Borsodabaui Zemplén megyei első osztályú kézilabdabajnokságban szereplő MKC 2 tavaly nyáron alakult meg. A csapat két győzelem mellett 5 vereséget szenvedett el az őszi szezonban, és az így megszerzett 4 pont a 7. hely megszerzéséhez volt elegendő a 8 csapatos pontvadászatban. Örkényiék a télen több jelentős játékos múltal rendelkező, kövesdi nevelésű kézilabdázót igazoltak. Az erősítések mellett a téli alapozás is eredményesnek bizonyult, amit a csapat rajongói már az első két bajnoki összecsapáson megtapasztalhattak. Együttesünk az előrehozott tavaszi nyitómérkőzésen az Egerből visszatért Guba 2 Tamás vezérletével 25-23-ra legyőzte a Sárospatak gárdáját március 6-án, tehát kézilabdázóink egy lélektanilag fontos győzelemmel indították az idényt. Ráadásul csapatunk ezzel a sikerrel visszavágott az ősszel elszenvedett 32-19-es vereségért, és tóték jó hangulatban várhatták az újabb, Neafc elleni rangadót. A miskolciak ősszel szerencsével tartották otthon a 2 pontot Lukácsék ellen, ugyanis a megyeszékhelyen megrendezett mérkőzésen csak az utolsó pillanatokban született meg a győztes találatuk. Az összecsapás rosszul kezdődött csapatunk számára, mivel bíróik pontatlanul játszottak és több zicsert is elhibáztak, így a vendégek a kövesdi csapat hibáit kihasználva a 10. percben már 7-4-re vezettek. Együttesünk az időkérés után megkezdte a felzárkózást, és 8-5-ös miskolci vezetés után egy 4-1-es sorozattal rukkoltak ki bíróik, melynek eredményeként 9-9-re módosult az állás. Az egyenlítés után azonban megtorpantak kézilabdázóink, és újra a vendégek kerültek lépés előnybe. Csapatunk szerencsére nagyon gyorsan reagált a vendégek játékára, és 12-11-es miskolci vezetés után sikerült megfordítani a mérkőzést a félidő lefújásáig. Az első játékrész krónikájához tartozik, hogy kézilabdázóink 5-ször találták telibe a kapufát, ezzel együtt Lukácsék a szünetben 14-12-re vezettek. A második játékrész bíró góljával indult, és csapatunk egészen a 38. percig magabiztosan őrizte a 2-3 gólos előnyét. Az MKC 2 ekkor nagy lehetőséghez jutott az előny növelésére, hiszen Örkényiék 2-es emberelőnybe kerültek, de kézilabdázóink ezt a lehetőséget elpuskázták, ráadásul a látogatók kiegyenlítettek, majd a 45. percben a vezetést is megszerezte a MEAFC. Az időkérés ezúttal is hasznosnak bizonyult, így együttesünk 24-23-as vezetésnél kezdhette meg az utolsó 5 percet. A mérkőzés záró szakaszában elfáradtak a beállósukat sérülés, míg Prámert kizárás miatt elveszítő egyetemisták. A látogatók 24-23 után képtelenek voltak gólt szerezni, így Székelyék az újabb két kövesdi találatra már nem tudtak válaszolni. A mérkőzés végeredménye mezőkövesdi KC 2, MEAFC 26-23. Együttesünk újabb győzelmével már az 5. helyen áll a tabellán 8 ponttal. Kézilabdázóink hátránya 8 pont a listavezető Kazinc Barcikával szemben. Csapatunk legközelebb a közvetlen rivális Nyíregyházi Főiskolása együttesét látja vendégül Mezőkövesden. A találkozó március 16-án szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban.